Nem véletlenül az az alcím, hogy Szalai nap, hiszen Szalai Ádámmal kapcsolatosan, meg Szalai Attilával kapcsolatosan is olyan hírek láttak ma napvilágot, amelyről mindenképpen beszélnünk kell a hétfő este rögzített Piros-Fehér-Zöld című műsorunkban. De nyugalom, kitérünk a Ferencvárosra is, hosszan, a második etapban, és ha valaki most arra készül, hogy most elnézést kérnek, mert itt 5-0-áztak, meg ilyenek, hát nem fogunk. Sőt, szerintem továbbra is bátran fogunk a Ferencvárosról beszélni, úgyhogy várjuk továbbra is a megjegyzéseket, de azért aki majd megjegyzést ír, annak már most jelzem, hogy előtte egy jó pár adást a tavaszról hallgasson vissza, amelyben beszéltünk a Ferencvárosról. No, zárójel bezárva, és akkor most jön Szalai Ádám, aki képzeljétek el, hát nyilván tudjátok, de akkor a nézőinknek mondom, hogy képzeljétek el, hogy a Magyar Futball Akadémiák munkáját összefogó és segítő labdarúgó módszertani központ szakmai és képzési tanácsadója lett. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy amikor az Ádámot megkérdezik, akkor ezt a feliratot mindenhova alá kell tenni, illetve hogy Ádi, el tudod már most mondani, hogy milyen titulusod lett? Még egyszer mondom, tehát a Magyar Futball Akadémiák munkáját összefogó és segítő labdarúgó módszertani központ szakmai és képzési tanácsadója vagyok. Szalai Ádám vagyok. Na, Bundesligában játszottam, és most tényleg poént félretéve, én nagyon meglepődtem, és szerintem ti is, hogy belevágott ebbe a kalandba, és nem a Bundesligában teljesedik ki, mert hogy esetleg arra is lehetett számítani, hogy mondjuk mit tudom én, úgy, mint Lőv Zsolt vagy Dárdai Pál, hogy igazából ott építi fel magát akár edzőként vagy sportvezetőként, és voltak egyébként Németországból ajánlata is, Stuttgartból, Mainzból, Schalke, Hoffenheim, Hannover, ugye azért itt sok helyen focizott, és hát kialakult egy olyan kapcsolatrendszere, és olyan baráti köre, hogy volt lehetősége, de mégis amellett döntött, hogy Magyarország, mit szóltatok a döntéséhez, és egyáltalán mit szóltok ahhoz, hogy egyre több fiatal szeretne ugye profi focistává tenni, mint amilyen ő is lett? Hát először is szerintem kezdjük a pozitív részével, hiszen rengeteget beszéltünk róla, és ez sokkal fajsúlyosabb is valószínű annál, mint esetleg az a pár negatívum, amit feltételez az ember, vagy megérinti lelkileg. Szóval maga az a tény, hogy megszületett egy olyan döntés, hogy most már biztos nem fogja folytatni a pályafutását, hiszen a partvonalon kívülre helyezte a teljesítményét, hiszen ez eddig azért nem volt 100%-ig biztos. Mindig ott lógott a levegőbe, hogy na, hát januártól ugyan már nincsen csapata, de hát ha még nyártól esetleg ide vagy oda el fog tudni menni. Na most, miután már láthattuk korábban is köztársasági elnök asszonnyal közös képen, azért lehetett arra gondolni, hogy valamilyen feladatot fog kapni a magyar futballban. Bevallom őszintén, én arról se tudtam, hogy létezik ilyen csoport, vagy lesz ilyen létrehozott testület. Ettől függetlenül arról is nagyon sokat beszéltünk, hogy azt a felhalmozott tudást, amit ő akár a Bundesligában, ugye 276 meccsen játszott, borzalmasan magas szám, hosszú-hosszú éveket Németországban, de akár a Real Madridnál eltöltött idő alatt is, amit ő magában szívott, azt nyilván nagyon jó lenne Magyarországon hasznosítani, úgy teszem hozzá, hogy folyamatosan képzi ő is magát, hiszen nyilvánvalóan az elmúlt időszakban azért rengeteget változott, már csak azóta is, amikor ő ugye Stuttgartból elment a Real Madridba. Szóval valószínűleg egy folyamatos edukáció mellett lehet ezeket a tapasztalatokat megfelelően hasznosítani. Én örülök akkor, hogyha ez a magyar labdarúgás javára fog válni. Meglátjuk az idő, szerintem majd igazolja ezeknek a döntéseknek a helyességét. Ezekkel a titulusokkal, amit... Nem ilyen megmondó ember lesz az interjúból, ez derült. Nem. Ilyen konstruktívabb elme ő ennél, meg ember. Abszolút, ugye ő azért bizonyított már az élet más területén is, ugye saját vállalkozást üzemelte. Csak megmondó ember volt, tudod, én amiatt mondom, hogy sokkal lehet, hogy erre számítanak, hogy mondod, hogy az akadémiákra, ez nem jó, ez így, ez úgy, és állítólag nagyon nem ilyen Ádám. Igen, ugyanakkor ugye ezzel kapcsolatosan van egy kettőség bennem, lehet, hogy többekben nincsen, de hogy én úgy gondolom, hogy ennek a felügyelete a Magyar Labdarúgó Szövetséghez kellene, hogy tartozzon, nem tudom mennyiben állami feladat, de lehet, hogy ebben nincsen igazam, és akkor most még feljebbről jön majd a jó tanács. Ettől függetlenül ezek a pozíciók, amiket
kitalálgatunk volt labdarúgóknak, ezek így számomra egy picit megfoghatatlanak, ugye már hallottunk nem egyet. Igen, itt a kérdés az, hogy mi lesz a tartalom, és a tartalmat milyen minőségbe fogja tudni majd Ádám visszaadni, milyen minőségbe tudja majd azt a feladatot ellátni, amire őt kiszemelték. Na, Iván, igen, hát úgy szokták ezt mondani, hogy minél hosszabb a titulus, annál céltalanabb a munkakör. Ez mondjuk, hogy mondjam, pozitív és negatív is, ezt nem negatívnak szántam elsősorban. Elmondom, hogy miért nem. Két részre bontám, az egyik az, hogy személyesen Szalai Ádámnak ez milyen karrierdöntés, és a másik pedig az, hogy ez a magyar futball rendszerén belül, mert én ezt úgy nagyjából átlátom, ugye ebben a fázisában a magyar futballnak, ebben az utánpótlás, akadémiai dolog körül van a legtöbb ismerősöm és kapcsolatom, úgyhogy ezt úgy nagyjából átlátom. És a legtöbb probléma is. Ebbe is egyetérthetünk, igen. Na ugye, mondjuk ez is mondjuk egy jó vita, hogy az akadémiákkal van a baj, vagy az, hogy az akadémiákról kijövő játékosok beáramoltatása a felnőtt futballba, és ott, hogy az NB1-es klubok milyen munkát végeznek a játékos fejlesztés terén, én inkább oda tenném a problémakörnek a kérdéskörét. Na most, hogyha azt nézem, hogy Szalai Ádámnak személyesen a karrierjében milyen döntés ez, én akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen érett és okos döntés. Nem ugrik bele egyből úgy, mint mondjuk Huszti Szabolcs vagy Szabics Imre egy olyan, a magyarországi, mert a Szabics Imre is ugye előtte Sturm Grazban képes volt edzői karriert kezdeni, vagy Dárdai Pál is az utánpótlásba kezdte, de nem ugrik bele a magyar futball mély tengerébe egyből egy olyan pozícióba, ahol egyből lehet őt bírálni, vagy az úgynevezett eredmények alapján megvizsgálni, hogy akkor most sikeres-e vagy nem. Mert azt, amit felépítette eddig, és Szalai Ádám egyébként ebből a szempontból nagyon tudatosan építette fel a saját imidzsét, az utóbbi években ugye az jött le, hogy a végsőkig a győztes típus, tehát az utolsó vérig is győzni akar, és általában győz is az utóbbi időben. Tehát akár hogyan is voltak ilyen gyengébb periódusai, például a válogatottban, az utolsó percekig azt lehetett érezni Szalai Ádámon, hogy győztes típus. És ezt az utánpótlás nevelésre mit jelent szerinted? Hát úgy, tehát azért mondom, hogy ez a személyes részével kezdem, mindjárt arra kitérek. A személyes része az, hogy nem akart olyanba beleugrani, ahol ez a győztes image, ez lebomolhat egyből. Itt most nem fogják tudni megmondani, hogy ő most sikeresen vagy sikertelenül végezte a munkáját, most egy jó ideig. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én ezt a saját magam részéről tudom, és ezzel le is zárom a személyét érintő részét Szalai Ádám kinevezésének, hogy a saját életedben nagyon nehéz több mindent egyszerre csinálni, és szerintem vannak még elvarratlan szálak. Például megszerezni a megfelelő végzettséget, edző végzettséget, például még nem tudta, hogy hol akar elhelyezkedni, edző akar lenni, sportigazgató akar lenni, scout akar lenni, a szövetségben akar dolgozni, mit akar csinálni, és ezzel most egy olyan ilyen laterális szélességbe elvégzett lépést tett, ami nem föl vagy alá rendelt. Magyarul egy olyan békés pozícióba tette magát, ahol elvégezheti, elvarhatja azokat a szálakat, amivel majd a nagyobb feladatba bele tud lépni. Na ez egy. A másik, hogy a magyar futball tengerébe, magyar futball nagy tengerébe, nagy rendszerébe ez milyen lépésnek számít. A Honvéd most nevezte ki Magyarországon, ha jól tudom, elsőként a módszertani igazgatóját, Szamoszegi Gábort, akinek egyébként innen gratulálok, és a kisgyerekként Szegeden a Felső-Tiszaparton labdát szedtem, úgyhogy egy újabb szegedi kötődésű segíti a magyar futballt. Hogy ezt mindig volna. Bele tudod valahogy szülni a születet? Mindig. Na, de a lényeg... Labdás lett az ismeretség körülbelül. Igen. Hála a jó Istennek. Na de ugye miért fontos ez? Mert elindul a magyar futball egy olyan irányba, az akadémiák terén, hát ha elindul, ami egy kicsit, hogy mondjam, a fejlődési ívre teszi rá. Egyrészt az, hogy az állami támogatások azok nehezebben fognak eljutni, erről most már azért egész konkrétumok is vannak. Egyébként itt jegyzem meg, hogy ezért kell a állami közegben ilyen, hát hogy mondjam, irodát létrehozni, mint ahova csatlakozott most Szalai Ádám Liszkai Dezső vezetésével, mert kontrollálni kell azt a, vagy legalábbis ezért hozták létre azzal a célra, hogy kontrollálják azt a pénzt, ami az államtól jön az akadémiák felé, ez a célja. Most ez egy megint másik kérdés, hogy ez megtörténik, vagy nem. De hogy egy olyan
olyan rendszerbe lép be Szalai Ádám, ahol az ő imidzse, amiről az előbb beszéltem, itt bele tud kapcsolódni, mert ehhez hozzátartozik a határon túli kontroll is, tehát a határon túli akadémiáknak az összefogása, az, hogy egy olyan módszertani egységet, vagy legalábbis egy olyan módszertani kultúrát alakítsanak ki, legalábbis még egyszer mondom, ez a célja, ami a magyar futball utánpótlását és az akadémiai rendszerét egy szinten feljebb tudja vinni. Na most ehhez ugye elég sokat kritizálunk, és ehhez, hogy ez létrejön, nagyon sok mindennek létre kellene jönnie, de legalábbis ez a célja ennek a kinevezésnek. Még egyszer, én nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, jó működik, rosszul működik, csak azt mondom, hogy a magyar futball rendszerében az ő kinevezése ebbe a folyamatba tagozódik be. A határon túli akadémiák, a magyarországi akadémiák összefogása és módszertani egységesítése, és ezért mondom, hogy ezért fontos, hogy például a Honvédnál már van egy módszertani vezető, hát ha a többi akadémiánál is lesz valami hasonló, esetleg Szalai Ádámnak a közreműködésével. És lehet, hogy akkor az Ádámnak olyan feladat köre is lesz, hogy meghallgatja a szakembereket, nyilván az ő tapasztalataival összegyúrja, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen nagykövet. Úgy van. Ennek az egész törekvésnek. Mindenesetre szerintem sokak számára az pozitív, hogy ő itthon képzeli el a jövőjét, sokak meg nyilván féltik tőle, hogy nehogy majd megmondjanak neki mindent, hogy mit, hogy kell csinálni. Bár mondjuk azért megnézném azt az embert, aki neki fut Szalai Ádámnak, hogy akkor figyelj, azt kellene elmondanod, hogy... És akkor valóban úgy mondja el, ahogy azok az emberek majd szeretnék, úgyhogy majd figyeljük az ő munkásságát. Minden esetre Szalai Ádám kapcsán nem csak ezért kaphattuk ma fel a fejünket, hanem volt egy nagyon vicces Twitter videó, amelyben ugye telefonál Szalai Ádám, és azt mondja ugye a Hoffenheimnek telefonál, hogy szüksége van egy Szalai mezre, olyan gyorsan, amennyire csak lehet, és a végén hozzáteszi már napszemüveget levéve ugye a szeméről, hogy tudjátok miért. És hát ugye pontosan tudta mindenki, hogy arról szól a történet, hogy Szalai Attila hivatalosan is aláírt, és ugye a Hoffenheim a videóhoz azt írta, hogy rendelést teljesítve Ádám. Egyrészt mit szóltatok ahhoz, hogy ki tudnak találni ilyen gegeket, mert szerintem ez nagyon jó pofa volt, másrészt nyilván ami sokkal fontosabb rész, hogy Szalai Attila milyen csapatba érkezik, jó lesz-e neki a Bundesliga, és hogy mit szóltok, hogy végre véget ért egy olyan történet, ami már nagyon-nagyon régóta zajlott, és már mindenféle csapattal szóba hozták. Nyilván nagy volt az érdeklődés, de talán már kicsit elég, hogy végre megvan az állomáshely, és jó, hogy ez lezárul, és tud a focira koncentrálni? Hát az a fantasztikus szerintem, hogy láthatjuk, hogy ezen a nyáron milyen transfer cunamit indított el Szoboszlai Dominik átigazolása. Nyilván ezek az átigazolások nem azért történtek meg, hanem azért történtek, mert ezek a játékosok, ezek a fiúk kiváló teljesítmény nyújtottak a klubcsapataikban is, bocsánat, és a válogatottban is, és már hosszú évek óta ott voltak a különböző csapatoknak a listáin. És az, hogy egy újabb játékosunk került a top 5 bajnokság valamelyikébe, ez egy szenzációs történet. Azért ezzel kapcsolatosan azért mosolyogtam az előbb, mert Ádámnak azért lehetek ilyen ambivalens érzései, hiszen itt azért a bejelentés talán egy picit kreatívabbra sikerült, mint az ő pozíciójának a bejelentése. De ez tényleg fantasztikus volt utána, hogy ugye az volt a vége, hogy elkezdik csinálni azzal a messzámmal, ami még Ádámé volt a trikót, és akkor a háttérből jön egy hang, ugye Attilájé, hogy nem, ez már nem az a szám, hanem most már az én számomat kell, ha jól emlékszem, 41-es lett ugye Attila, és az ő számát kezdik el rárakni. Nyilván utána ő is tökéletes németes akcentussal jelenti ezt be, ugye hosszú évekig játszott a Rapidnak az utánpótlásába, szóval nem jelent neki gondot a német nyelv. Nyilvánvalóan azért páran féltik attól, hogy a 12. helyen végzett Hoffenheim ehhez igazolt. Én abszolút nem ezt hiszem, ez egy tökéletes ugrás, és a Fenerbahce-től visszajött egy olyan bajnokságba, ahol ott lesz a kirakatban. És ha megnézzük az utóbbi évek átigazolásait Attilánál, láthatjuk, hogy ez a két éves periódus mennyire jól sült el, úgy, hogy a Rapidból, amikor 17-ben Mezőkövesdre jött, onnan 19-ben az Apollo Limassolhoz 275 000 euróért, onnan 2021-ben már közel 4 millió euróért a Fenerbahcehoz, és most több mint 12 millióért került a Hoffenheimhez 23-ba, úgyhogy 25-ben számíthatunk valami igazán nagy zsíros Premier League szerződésre,
vagy legalábbis ezt azért kívánjuk neki szerintem mindannyian teljes szívből. És nem szabad azt sem elfelejteni, amit megnéztem közben, hogy Szalai Attila a jelenlegi keret legértékesebb játékosa lett ezzel az összeggel, ha jól láttam. Nincsen nála 14 millió ugye most az értéken, nincsen nála értékesebb labdarúgó jelen pillanatban. És a Hoffenheim második legnagyobb igazolása, ugye Samasekut igazolták még a Red Bull Salzburgtól annak idején, ez 2019-2020-as szezonban volt. Szóval maga az a tény, hogy egy klubnál egy játékosért, egy védőért ennyi összeget áldoznak, de ráadásul ugye együtt játszott majd a török válogatott Ozan Kabakkal, aki ugyancsak egy fiatal játékos, 23 éves, szóval egy tökéletes helyszín arra, hogy ő innen tovább lépjen. Nagyon-nagyon örültem, és azért is örülök neki, amit te mondtál, Andris, mert hogy végre lezárult ez a két éve tartó, na hova megy, na legnagyobb csapatok, na már aláírt. Nem, ez egy tökéletes lépés, és ebből ő is és a válogatott is profitálni fog. Pont a válogatottal akartam folytatni. Marco Rossi amellett nyilván, hogy elmondta, amit szerintem mindenki tud, hogy a Bundesligába igazolása előrelépés, azt is kiemelte, hogy a válogatott szempontjából ez a mostani hihetetlen helyzet, hiszen jelenleg 8 alapemberünk játszik már a topligák valamelyikében, amire, ha jól emlékszik, Marco Rossi, a szövetségkapitányunk, az utóbbi legalább 25 évben nem volt példa. Tehát az 58 éves edzőnknek most egy ilyen kellemes gondja akadt, ugyanakkor azért nagyobb rajta a nyomás is, nem? Mert most annyi jó játékosa, annyi jó helyen játszik, és emellett valóban játszanak és sok szerepet kapnak, hogy egyre jobbak lesznek a válogatottban is az elvárások. De egy kicsit több játékosa nem lett, csak azok, igen, akik igen. vannak. Csak azok a játékosok még jobb helyre igazoltak. Igen. Tehát emiatt nyilván az emberek még éhesebbek lesznek a sikerre. Na de nem is ez a fontos, hanem hogy te hogy ítéled meg Iván Szalai Attilának a Bundesligába szerződését? Nyilván egy ballábas belső védőről van szó, fiatal játékosnak is számít úgy mondva, tehát nem az, hogy szuper fiatal, de nem, tehát most a karrierjének a legjobb időszakába lép be, még egy 3 év múlva még lehet kivenni belőle egy olyan szerződést, ami még egy szinten följebb viheti, mert egy manapság már erről sokat beszélünk, a kor az annyira kitolódik, hogy egy 28 éves ballábas belső védő az még mindig hatalmas nagy érték. Én szerintem egy nagyon érdekes karrierút az, ami Szalai Attilával kapcsolatosan meg felfedezhető, megfigyelhető. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban csak elmondani, hogy nem baj, hogyha hamar megy külföldre a magyar labdarúgó. Tehát ez nem szabadna, hogy baj legyen. Volt egy olyan időszak a magyar utánpótlásnak, hogy a Szalai Ádámra vissza referáljak egy kicsit. Volt egy olyan időszak a magyar utánpótlás képzésnek, amikor nem akarták elengedni a fiatalt külföldre, volt egy olyan, amikor túl korán, meg aki nem állt készen, azt is. Én szerintem megfontoltam meg, hogy olyan helyre tudna menni a magyar fiatal külföldre korán, akkor nem kellett ettől berzenkedni. Szóval én szeretem azt szeretem látni azt a karrierutat, amit Szoboszlai Dominik és Szalai Attila befutott, mert ugye ez hasonló a kettő. Viszont azt is szeretném látni nyilván ezzel párhuzamosan, hogyha lenne olyan magyar bajnokságunk, amiben a fiatal játékos hamar beépülne, és onnan tudna dobbantani, és onnan menne külföldi csapathoz. Szalai Attilával kapcsolatosan, konkrétan vele kapcsolatosan azért az egy nagyon nagy dolog, hogy valaki 10 millió euró fölött igazolnak le, az egy hatalmas nagy dolog. Az, hogy a Bundesligában az még nagyobb. Pláne védőként. Itt azért még egyszer mondom, hogy a specialista, mert ballábas belső védő, az gyakorlatilag a góllövő csatár a másik ilyen, akit még nagyon szeretnek a megfigyelők. Tehát én nagyon örülök ennek, ez egy nagyon nagy dolog. Micsoda nyár van mögöttünk, mi micsoda nyarat hagyunk magunk mögött a játékosok átigazolásával kapcsolatban. De és most dobom mint egy hónap van. És most dobom fel a landát, és nézzük, elkapod-e. Ha a Fradi nem rondított volna bele, akkor micsoda nyarunk lett volna így a magyar futball szempontjából. Ezzel megyünk tovább. A második etap előtt azért egy ilyen kis műhely titok. Abban a pillanatban, ahogyan elkezdtem mondani, hogy mit nyilatkozott Csercseszóv, elment itt az én lakóhelyemen az áram,
Én nem vagyok Egri Viktor, nem hiszek az összeesküvés elméletekbe, de most azért kezdek gyanakodni, hogy itt valami történt. Gondoljatok bele, hogy kezdődött az egész. Eltűnt az Iván Facebook oldala, a hivatalos. Igen. Most, Rudi, te következel, csak mondtam. Ugye azt szokták volna, hogy csőstől jön a baj. Na mindegy, ettől függetlenül mi továbbra is folytatjuk. Nem tud minket holmi áramszünet eltántorítani attól, hogy megbeszéljük azt, hogy Csercseszóval készült egy friss interjú a Nemzeti Sportban. Elképzelhetőnek tartja, hogy a lelátói nyomás miatt köszönték meg a munkáját, ugye ezt tették föl neki kérdésnek, a válasz pedig nem hinném, és igazából nem is érdekel, a szurkolók reakcióját el kell fogadnom, mindig is elfogadtam, a drukkereket az érzelmeik vezérlik. De vajon mik vezették az elnök urat, hogy ilyen hirtelen döntést hozott az érzelmei? Én akkor elkezdem, Rudi. Én, mert tudom, hogy ez nálunk... Végre, lehet, egyszer elkezdem. Igen. Lehet, hogy ez nálunk egy kis mini vitát fog elindítani. Én azt gondolom, hogy azok a vádak, amik hát a Ferencváros vezetőségét, és hát személy szerint Kubatov Gábort is érik, hogy elhamarkodott döntést hozott. Én azért, mint nem nincsen rászorulva, hogy én megvédjem, de én azért megvédeném abból a szempontból, hogy ez egy olyan történelmi vereség, és egyébként a büntető.com-ra írt cikkemben is történelmi katasztrofális vereségnek tituláltam ezt a mérkőzés végkimenetelét. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben teljesen elfogadható, sőt, minden más rossz döntés lett volna, hogyha engedik tovább menni azt a fajta irányultságot, azt a fajta vonalat, amit Stanislav Csercseszkovnak a jelenlétével lehetett volna. Szerintem nincsen bocsánat arra, hogy egy Feröer-szigeteki csapat ellen otthon 3-0-ra kapjon ki a Ferencváros. Szerintem nincsen mentség arra, hogy gyakorlatilag egy egész fél időt hoztak le helyzet nélkül. Szerintem nincsen mentség arra, hogy taktikai megfontolásból az idegenbeli meccsen gyakorlatilag visszaálltak, konzervatívan futballoztak. Szerintem nincsen mentség arra, hogy 1-0-nál nem tudta elkapni a mérkőzés grabancát Csercseszov. Nincsen mentség arra, hogy 2-0-nál nem tudta elkapni a grabancát ennek a mérkőzésnek Csercseszov. Egész egyszerűen ez egy totális csőd, és mindaz a... Tudod, ez olyan, mint amikor a Luffy-ba fújod a levegőt, és nem tudod, hogy mikor fog kipukkadni, és mindig tudsz még egy kicsit beletenni, és még mindig nem pukkad ki, és még mindig távolról nézve egy teljesen egészséges Luffy-nak tűnik, és egy kicsit beleteszel és kipukkad. Na most én ezt úgy látom, hogy ez történt meg. Én személy szerint egyébként nem örülök annak, hogy a Ferencváros nem tudott tovább jutni a Bajnokok Ligája selejtezőjéből, természetesen magyar futballszurkolóként, viszont annak egy nagyon kis százalékba tudok örülni, hogy nem a Csercseszov irányvonal fog folytatódni a Ferencvárosnál. Hát nem tudom, hogy van olyan pontja, amiben nem értünk egyet, de... Van azért híres költőnk, aki ugye szavaiddal élt jó pár évvel azelőtt, mielőtt te megszülettél. Ugye van Ma József Attilának egy ilyen verse, hogy tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát bánat. De szerintem abban egyetértünk, hogy váltani kellett. Ez teljesen egyértelmű. Én sokkal inkább az időzítését mondanám, és azokat a félreértéseket sorolnám fel, amelyek idáig vezettek. Mert amikor egy-két nappal előtte úgy kommunikálsz, hogy kirakod Csercseszovnak a képét a saját oldaladra, a sok-sok tízezer követőd elé, és azt mondod, hogy egy ilyen elszánt hadvezérrel nyugodt szívvel engedem csatába a srácokat, majd utána mindezt a mérkőzést követően szurkolókkal vitatod meg, szerintem ez picit elhamarkodott, és nem elegáns. Ugye külföldön valóban az történt volna, amit Csercseszov mond, mert megvárják a reggel szépen, és annyi kerül kiírásra, nem valakinek a Facebook oldalán, hanem a csapat kommunikációs platformjára, már ki sem tudom mondani a szót, hogy az kerül kiírásra, hogy nagyon szépen köszönjük az eddigi munkát, a bajnoki címet, meg minden, a mai napon elválnak XY-nyal az útjaink. Amiben nem értünk egyet talán, az az, hogy már nyáron el kellett volna küldeni Csercseszovot, pontosan azért, amit láthattunk az elmúlt időszakban. És ugye itt már egy hosszabb távú sikertelenség volt, és talán abban sem értünk egyet, hogy
nem csak ez volt a legkatasztrofálisabb vereség, nem ez volt a legkatasztrofálisabb, hanem ezt már megelőzte egy, nem összehasonlítva két versenysorozatot, de egy kíváncsa elleni kiesés is a magyar kupába, ami a Fraditól ilyen kerettel azért valljuk be őszintén egy óriási nagy blama volt már. És utána az, ezeket hogy... mindig ilyen nagy vonalon kommunikálták. Ezeket az összes ilyen dolgot, ami blama volt, ha már itt tartunk, szerintem nagyon nagy vonalon kommunikálta a klub, és ez lehet szerintem sokaknak furcsa, hogy itt most viszont nem voltak nagy vonalúak, hanem hogy, mert nagyon ingattad a fejed, azért akarok közbevágni. Miért ingattad te, és így csináltad volna, hogy hírod a Facebook oldalra, hogy a Stanislav Csercseszóval történő személyes megbeszélésem eredmény, hogy nem dolgozunk tovább együtt, és ennyi? És azóta egyébként nem is beszéltek, ez kiderült, mert a Kubatov nem kereste azóta Csercseszóvot. És bár Rudival... És még egy dolgot tegyek ide hozzá, hogy ki mit ír ki. A Fradi oldalára ezzel szembe kikerül a mérkőzés előtt egy olyan bejegyzés, hogy a svéd bajnok vár ránk a BL-ben, mert biztos, hogy mi jutunk tovább. Ilyet te láttál bármilyen nemzetközi csapat kommunikáció, vagy mérkőzés előtt bárki kimer ilyet tenni. Ez sőt, abszolút a másik csapatnak a... a BL második fordulójába. Jó reggelt, ilyet is kértak. Na most... Szóval, hogy nagyon sok furcsaság volt ezzel kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy amennyire nem elegáns ez sem, és nem ez kellene, hogy kikerüljön egy csapatnak a kommunikációs felületére, ugyanúgy nem elegáns a másik oldal sem, mert ettől függetlenül van egy szakember, akit szerződtettél, egy nemzetközileg is ismert név, akármilyen szintű eredményt ért el a csapattal, ezt meg lehet, én úgy gondolom, hogy szépen is köszönni, indulatok nélkül, mert hogy pont erre célzott talán Csercseszov is, hogy az érzelmek a szurkolóktól azok megengedettek, és meg is szokottak szerintem. Nyilvánvalóan följebb azért ez egy kicsit nagyobb higgadságot, türelmet igényel. Ugyanannyira, amit láttunk különben a kiírással, hogy nyugodt szívvel engedem a csatába a hadvezért, hát ugyanilyen nyugodt szívvel kell valószínűleg ilyen helyzetben is dönteni. Na most nyilvánvalóan, amikor valaki kírja azt, hogy már tovább jutottunk, akkor nyilvánvalóan ez egy nagyon egyszerű pont, amire vissza lehet utalni, hogy na hát mekkora balgaság már ezt, aki kiírta, azt rúgják ki azonnal. Én azért értettem azt a részét annak a kiírásnak is, hogy egy ilyen előremutató pozitív üzenet akart lenni, nem egy, én legalábbis, és én ezt esküszöm nektek, én nem pedig szeretek Rudival vitázni, de én nem gondolom azt, hogy ez nagy képűség lett volna. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy félre sikerült üzenet, ő arra próbált, aki megírta, így próbálkozok így az ő agyával, valószínű egy olyan ember szervezi a social médiáját a Ferencvárosnak, aki nem ő hozza meg a döntést minden alkalommal, de van olyan helyzet, amikor legalábbis a mi social médiánk, a mi profi csapatunknak a social médiája az pont ilyen, hogy nagyon sokat egyeztetni kell, de aztán van olyan is, amit nem egyeztet, mert kiírod, és akkor, hogyha nincs... De miért feljed kiírni a sportban? Mert nem, ez a másik csapatnak a levetülése. Ezért mondom, hogy szerintem nem erre gondolt, és mondom védhetetlen, ami végül is kijött ebből, és minden mindenki, úgy tűnik nekem, hogy mindenki 100%-ban egyetért, csak én meg tudom érteni azt, hogy az ember... Tovább jutottak volna, akkor milyen menő lett volna? Vagy igen, tehát azt, igen, meg arra gondolok egyrészt erre, meg arra, hogy ő úgy értette, aki kiírta, hogy egy ilyen pozitív üzenetet akart, hogy mi úgyis tovább jutunk, srácok, gyerünk, tehát hogy egy ilyen szuggerálást, én egy szuggerálásnak éreztem, esküszöm, de lehet, hogy mondom... De nem jött be. Így utólag. Hát ez viszont abszolút, hogy akkor hogy van az, hogy ez kikerülhetett, tehát hogy mi az, hogy mikor van az, hogy valaki észreveszi, hogy figyeljetek már, mert ugye ezt reggel írták ki, mikor van az, hogy valaki észreveszi, hogy figyelj már, lehet, hogy ezt át kéne módosítani, lehet, hogy ki kéne írni még egy valamit, tehát hogy valahogy módosítás lehetett volna. Nem törölték, bocsánat, ezt azért a számára, nem törölték. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a social media, vagy a közösségi média, már angolul mondom végig, a közösségi média világában azért most már eluralkodott egy olyan dolog, hogy viccelődnek az ellenféllel. Mi például, mondom, még egyszer amerikai példát mondok, a New Mexico United, amelyik a másik államban van, azok a mi nagy riválisaink, és amikor bármi megtörténik, akkor mindig van valami kis, hát hogy is mondjam, ilyen poénos Facebook bejegyzés, ami arra utal, hogy már megint
megvertük őket. És akkor, hogyha ők vernek meg minket, akkor valami, ugye mi vagyunk a lokomotív, akkor valami a vasúttal kapcsolatos. Ez Rika, amit te mondod. De én szerintem erre értem. Én szerintem ebben a világban vagyunk. De én meg szerintem ebben a világban vagyunk. Aha. És túl komolyan se kell venni egy közösségi média posztot. Én ebbe a világba terelem én ezt a, vagy legalábbis én ebben a világban érzem jelen pillanatban, hogy ott vagyunk. Ez az egyik. A másik az egy nagyon érdekes téma, amit a Rudi... Ez egy hivatalos kommunikáció, Iván, ne vicceljünk egymással. Pont erről beszélek, hogy én nem veszem már ezt hivatalos kommunikációnak. Tehát én ez a csapat közösségi média... Akkor, amikor igen, bejelentenek egy igazolást, pozíció... akkor azt se fogod komolyan venni, mert hogy lehet, hogy csak poénkodnak. Ahhoz jön egy, amikor bejelentik az igazolást, ahhoz jön a weboldalon egy hivatalos cikk, ami ezt leírja. Tehát az, hogy én kiteszek egy vicces képet a Facebook oldalunkra, vagy kiteszek egy vicces bejegyzést a csapatnak a hivatalos oldalán, de én annak is én gegnek éreztem. Tehát én gegnek éreztem. Most ez egy gag, ez egy gag szerintem, hogy jó reggelt, fradisták, mondjuk kikaptak háromszor a bajnokságban, csak most mondtam egy ilyen hülye példát, de kiteszik hétfőnként, hogy jó reggelt, fradisták, ugye milyen jó a tabellára nézni. Tehát kvázi egy kicsit elütöd annak az élét, hogy már megint nem sikerült ugye a bajnok. Jó, akkor zárjuk le ezt a... Egy gag. Jó, akkor zárjuk le ezt a kommunikációs témát. Mondom, szerintünk ez nem gag. A nézők írják meg, bocsánat, ez lesz a nap kérdése, vagy az adás kérdése, ha megengeded, de várjál, hogy ez legyen az adásunk kérdése, hogy ez poénos volt-e, hogy a Ferencváros így kommunikált, ahogy. Jó, de várjál, most ez rossz a kérdés. Vegyük újra, mert vegyük újra a kérdést, mert én nem azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy vicces. Én szerintem se vicces. Én is azt mondom, hogy nem jó. Akkor belefér, úgy jó? Én azt mondom, hogy ez egy félre sikerült gag. Nem vicces, és nem volt fel. De ettől függetlenül gagnek szánta, aki kiírta. Ennyit mondok. Na most akkor innen lehet gondolkozni, hogy akkor most vicces-e vagy nem. De ez az egyik része. A másik, ami nagyon érdekes, Hát én szerintem nem vicces, igen. A másik az, amit a Rudi felhozott, amit felhoztál, Rudi, hogy az egy egészen másik kérdés, hogy az elnök egy sportvezető elnöknek a Facebook oldalán kell-e bejelenteni azt, vagy arról tárgyalni, hogy na most a vezető edzővel mi lesz. Főleg úgy, hogyha az a klubelnök politikus. Na most ez már aztán tényleg én is úgy érzem, hogy ez egy félre sikerült része volt a történetnek maximálisan, viszont én azt is érzem, hogy még egyszer mondom, ez egy forradalmi vereség volt. Tehát egy olyan vereség, ami egész egyszerűen nem lehet elmenni mellette, és azonnal kommunikálni kell, és azonnal meg kell osztani, amit gondolsz. Ha ez nem pedig a jelen pillanatban... Ha nem beszélj volna a szurkolókkal, Iván, akkor is azonnal kell? Vagy csak amiatt, hogy ott úgymond nem, kommunikált a szurkolókkal? Tehát azonnal. Ez meg ugye a Kubatov sztori. Hát azért politikusról beszélünk. Hát itt fel van építve egy sztori, amit egyébként persze megjött a világosság. Egy külön sztori Kubatov Gáborral kapcsolatosan az, hogy ő ugye szurkolóból lett a Ferencvárosnak az elnöke. Ugye ez a mitológia. És akkor mellé még jön az ugye nyilván, hogy egy politikusról beszélünk, aki nagyon jól tudja, hogy a storytelling az nagyon fontos része bármilyen brandnek a felépítésében. Ő neki ez egész egyszerűen belejátszik, hogy ő a szurkolókkal beszéli át, olyan, mintha ő a nép embere lenne, és mintha a szurkolókkal együtt hozná meg a döntést. Miközben, aki egy kicsit is tudja, nagyon jól tudja, hogy itt nem erről van szó, itt egész egyszerűen arról van szó, hogy ahhoz, hogy a Ferencváros egyről, a mínusz egyről a nullára vissza tudjon lépni, ahhoz egész egyszerűen változásra volt szükség, és ezt már ők gondolták, már nagyon régóta, az egész tavasszal gondolták, csak éppen nem volt megfelelő időpont, meg még lehet, hogy okuk se volt, gondolták. Ebben nem értek feltétlen egyet. Hogyha gondolták volna, akkor nem is tudom, áprilisban volt talán, vagy májusban, akkor nem újítasz szerződést az edződdel, hogyha ki tudja, neked milyen felmerül a fejedben az, hogy nem vele képzeled el a jövő, de különben szerintem az a nagy titkot nem árulunk el, hogy van egy terület viszont, ahol egyet értünk és beszélgettünk erről, hogy azért rengetegen dolgoznak ott a Fradiba, és ha néztek azért egy hosszú távú folyamatot Csercseszovnál, akkor valószínűleg azért azt látni lehetett, hogy az elmúlt fél év az már abszolút nem az emelkedő pályáról és a sikerekről szólt. Magyarul azok az emberek, akik nem Csercseszovnak nyilván a közvetlen segítői és az ő társai, akiket ő idehozott és magával citált Budapestre, hanem azok a szakemberek, akik szakmailag ellemzik hétről hétre a Ferencváros játékát, azoknak látniuk kellett, vagy ha nem látták, akkor csak ránéztek a statisztikákra, hogy a legutóbbi 15 fordulóból a bajnokságban 5-öt nyert meg a Fradi, úgy lett bajnok, hogy a végén ugye 3 vereséggel zárt,
kikapott Mezőkövesden, ahova már három játékosnak megengedte, hogy ne menjen el, nem is kellett ott lenni a bajnoki ünneplésen. Szóval rengeteg olyan előzménye, apróság volt ebben a rendszerben. A keménykemű edzőnek, igen, amely szerintem abban az irányba mutatott, hogy itt valami nem működik, és amikor valami nem működik, de te el akarsz jutni a bajnokok ligájába, akkor azt kell mérlegelni, hogy egy olyan helyzetben ezt meg tudod-e tenni az adott edzővel, ahol sokkal inkább azt mutatja a helyzet, hogy csúszik ki a kezéből a csapat. És Magyarországon bajnokságot nyerni nyilván nagyon szép dolog, és mind, pláne fradistaként örül neki az ember, majdnem azt mondtam, mindenki örül neki, ami nyilván nem lett volna igaz, de azért vannak nagyon sok, akik nem örülnek például, de hogy ettől függetlenül azért volt már a Ferencváros történetében, nem összehasonlítva senkit senkivel, olyan, hogy valaki kupát nyert és bajnokságot nyert, és mégis elküldték. Szóval amikor nincs meg a biztosítéka annak, hogy te eredményt érjél el, elérd a céljaidat, a Fradinak nem feltétlen az a célja, hogy bajnokságot nyerje, mert az egy kötelező történet tulajdonképpen, hanem az a célja, hogy folyamatosan nemzetközi porondon szerepeljél, hiszen elköltöttél nem kevés pénzt azért, hogy ott te eredményes legyél. Hogyha nem jönnek azok a bevételek az Európa Ligából, a Bajnokok Ligájából, amelyekkel a felhalmozott szerződéseket ki tudod fizetni, az átigazolási díjakat, mindent, akkor nyilvánvalóan itt meg kell nézni, hogy rizikót kell csökkenteni, hogy minek van nagyobb esélye. Egyébként hagyj szúrjak ide, és utána Andris a következő kérdéset feltett, bocsánat, hogy közbevágtam. Cseh szóval kapcsolatban azért, hogyha már kommunikáció, meg nagy képűség, meg arrogancia, Bajnokok Ligája 8-at döntő, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy neki ez a célja. Amikor egy hatalmas eredményt érte a Ferencváros, mit tudom én, megverték a Monakót idegenbe, not bad, és ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy az kamu, nyilvánvalóan tudjuk, hogy az hatalmas győzelem, tehát ne add már el nekünk, Cselcseszov, hogy ez not bad, amikor hihetetlen, meg fantasztikus, egy kis érzelmet azért belevihettél volna, de nem, mert ugye Bajnokok Ligája negyeddöntő, Bajnokok Ligája 8-at döntő, meg not bad. Szóval én azért ezt is kimondanám, hogy itt azért a Cselcseszovi farvize nevezve jöttek ezek a Facebook posztok. És ki tudja, hogy ezek hogyan vannak egy klubházban elosztva, hogy kinek kell mit nyilatkoznia, kinek kell mit kimondania. Szóval én azért felhívnám ez arra tudatos, is a figyelmet. Van ilyen szerinted? Elképzelhetőnek tartom. Tehát az is lehet, hogy a Cselcseszovi érzelemvilágot próbálta belevinni a ferencvárosi kommunikációba. Ez az arrogancia, hogyha ezt annak hívjuk? Tehát, hogy arra gondolsz? Hát eleve úgy menni bele egy Feröer-szigetek elleni találkozóba, hogy már pedig ez, és ez nem csak a Facebook posztok világában látható volt, hanem a játékosoknak az erőbedobásán is. És én nekem nagyon ritkán jutok el odáig, vagy nagyon ritkán emelem azt ki, hogy már pedig a játékosok is hibásak ebben, de ezt egyébként Kubatov Gábor is kiemelte, ezt megint csak olyan része ennek a történetnek, amiről majd lehet, hogy egy fél év múlva kell majd beszélnünk a következő átigazolási időszakban, hogy nem csak azt mondta, hogy levonjuk a konzekvenciákat az edzőre vonatkozóan, hanem a játékosokra vonatkozóan is. Csak ugye, és ezt írtam a cikkembe is, hogy a kontextust kell vizsgálni, hogy milyen kontextusban működik egy klub, mert az határozza meg egy játékosnak a teljesítményét is. Mindenkinek mennie kell, ugye volt, aki ilyet kiabált be, reméljük, hogy azért ennek nem lesz ilyen jellegű utóélete, mert inkább valóban, ahogy Iván mondja, meg kell találni azokat a felelősöket, akik hibáztathatók. És hogyha mondjuk így konkrétan ezt a meccset nézitek, és bármelyik futballszerető ismerősötökkel szerintem, ha beszéltetek, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki kiemelte, hogy na de hát hogy lehet ilyen lélektelenül, hogy lehet az, hogy nem érsz oda a labdára, hogy lehet az, hogy mire megfordulsz, lemegy a nap, hogy lehet az, hogy a Traoré akkorát hibázik, a Traoré? De most komolyan, tehát hogy egy csomó olyan dolog volt, amire úgy kaptad fel a fejedet, hogy egyszerűen nem hitted el, mint hogyha nem azt a Ferencváros látnád, akit esetleg láttál mondjuk az Európa Liga menetelés során. Mi elmondtuk ebben a műsorban, hogy volt ennek egy előszele, az a bizonyos gyenge tavasz, meg hogy már a játékosok nyaraltak gyakorlatilag, de hogy ettől függetlenül ti mivel magyarázzátok a játékosoknak a teljesítményét? Rudi, te mint volt játékos, van ilyen nap? Tehát, hogy rá lehet ezt erre húzni, hogy hát igen, ez egy rossz nap volt, és 10-ből 9-re úgy megverte volna a Fradi? Két dolog jutott eszembe, az egyikről például beszéltünk az előző adásban, amelyet lehet, hogy
pár kritikus nem akart észrevenni, az pedig pont az és Traoréra nagyon jól illik, hogy ez olyan érdekes, hogy az elmúlt időszakban, de ezt nyugodtan mondhatom még a mi időnkre is, ugye az idekerülő légiósoknak van egy ilyen felfutása, és van egy ilyen nagyon jó kezdete, aztán beleszürkülnek ők is ugyanúgy a magyar bajnokságba. És nekem most Traorénál is egy picit ez az érzés, hogy idejött és eszméletlen jól játszott, a legjobb igazolásnak tűnt, a magyar bajnokság egyik legjobb játékosa jelen pillanatban is, de hogy egy picit belelassult gondolatban, dinamikában, mozgásban ebbe az egész közegbe. És hogy ugye ezt aznak kapcsán mondtuk, hogy nem lehet ez is a háttérben, amikor évente 10-12 játékost igazolsz, hogy mindig meglegyen ez a frissesség, mindig meglegyen ez a nagyobb tempó, ez a dinamika, ami kell ahhoz, hogy te nemzetközi szinten teljesíteni tudj. Ugyanakkor, és akkor most átcsapok a másik oldalra, ezzel az eszközzel Iván szokott nagyon sokszor élni, hogy mindig mond valami nagyon negatívat, és utána elmondja egy nagyon pozitív oldalát is, hogy egyensúly legyen a rendszerben. Most én is ezzel élnék, mert a másik oldalon viszont én nem látom ennyire tragikusan ezt a mérkőzést, ezt a helyzetet. Na. Hány csapatnak, hány klubcsapatnak, válogatottnak van ilyen az életébe, amikor születik valami orbitálisan nem várt eredmény, ezért összedől a ház, vagy hetekig ezen kell szomorkodni. Hát nyilvánvalóan akkor már a Shamrock Rovers ellen is rosszul fogunk játszani, ha még mindenki beleragad ebbe a kiesésbe, Ferrariek elleni kiesésbe. Szóval én ezeken egy picit gyorsabban túllendülnek, nyilván meg kell vizsgálni az okokat. Én úgy gondolom, a következmények megtörténtek, ugye az edzőváltással, de hogy ezen már így egy picit túl vagyunk. Az Újpest is kapott annak idén 4-0-ra a Vaduztól, senki nem számított rá. Hány külföldös? Vagy megverte a United 7-0-ra. Ez így van, arra kiszámított a tavalyi bajnokságban. Nyilván minden szurkoló tud ilyen fájdalmas pillanatokat feleleveníteni, és utána hogy játszott a United. Szóval igen, vannak ilyen pillanatok, és pláne olyan helyzetben, amikor arra kiszámít, hogy mondjuk pont egy Traoré elad egy labdát, amiből még egy fél pálya közelében lévő eladott labdából még nem következik az, hogy éppen gólt kapjál belőle, de aztán jön egy visszagurított labda, eltörnek egy lövést, amit kapura akarnak lőni, és az eltört lövés, abból egy gólpassz lesz, mert pont megtalálja a hosszú sarkon érkező csapattársat, vagy éppen kapsz egy ilyen 11-est, ami egy olyan helyen születik, ami is nem helyzet, semmi köze semmihez, de elütik a csatárt, és akkor nyilvánvalóan már a Dénesnek a visszafutásáról és ugye a harmadik gólról ne is beszéljünk. Szóval van ilyen helyzet, amikor minden összejön egy csapat ellen. Persze ez is kell rengeteg minden, a nem megfelelő koncentráltság, a fásultság, lehet sorolni a másik oldalt, de hogy van ilyen nap, ezzel csak azt akarom mondani, amikor minden valósul sül el. Ami viszont hiányzott nekem ebben a szituációban, és erről is beszéltünk különben korábbi adásokban, és nem csak a Fradinál, de a Fradinál is, hanem például a Fehérvárnál is, más csapatoknál is, hogy egy picit kifogytak ezek a vezéregyéniségek, és nekem pont ez hiányzott ebben a helyzetben, és ismét magam elé képzeltem ugye Simon Tibit, aki biztos, hogy az első vagy a második gólnál leordította volna valaki fejét, a másikat megtépte volna, és egy pici olyan mesterséges tüzet generált volna ott a pályán, ami egy picit átfordítja ezeket a pillanatokat. Nyilvánvalóan nemzetközi szinten, amikor 0-3 az eredmény, onnan nagyon-nagyon nehéz visszajönni, szinte képtelenség, de pont egy ilyen megráncigálás, vagy egy vezéregyéniség a sokat lendíthetett volna ezen a csapaton, de ugye itt mindenki csak úgy, mint Csárcseszoba a kispadon, mindenki csak teszi a dolgát. Hát így nem lett. Főleg, hogyha nem 0-3-nál történik meg, hogy Rudi is mondja, nem hamarabb valaki egy kicsit gatyába rázza őket. Ez neked is hiányzott, Iván, egyáltalán a vezéregyéniség szerepéről mi a véleményed, meg arról, hogy sülheted volna ez el akár jobban, észhez tudtak volna elkapni, vagy amit mi mondtunk oly sokszor ebben a műsorban, hogy annyira komoly előzménye volt ennek, hogy egyszerűen nem tudtak észhez térni, mert nem volt miből észhez térniük. Ha viszont ez igaz, és ezt mi itt kívülről láttuk, akkor viszont kérdés az, hogy miért nem küldték el nyáron Csercseszovot. Annyi kérdés van.
Mert hogy ezt kellett, hogy tudják a klubnál. Tehát én is azt gondolom, hogy ők tudták, hogy valami nincs rendben Cserce, szóval én abban sem vagyok biztos, hogy nincs B-terve a klubnak, és biztos, hogy nem a Máté Csaba, Leandro, a B-terv nem bánták. Az biztos, hogy nincs. Az biztos, hogy nincs B-terve, ez 100%. Nincs, hát ebből, ebből a szempontból lett volna jobb nyár, nem, Iván? Mert akkor van időt kiválasztani, igen, akkor az új edzővel kezdik el. Ez a lényeg. Ez a dolog, hanem legalább elméletben, hogy... De nézd meg, nézd... Jó, figyelj, én két dologra vezetném fel ezt a mérkőzést, és választani fogok erre is. Az egyik az a kontextusnak a kérdés, amiről már egy kicsit belekaptam, de egy kis szeretném kibővíteni és ismertetni, hogy mit gondolok erről. A Ferencváros ez nem top szint. Tehát itt ez a kiinduló pont. És ez az arrogancia így minden mindennel összefügg, így egybe, így minden egy irányba mutat, és akkor visszamutat, így a kettős irányultságok vannak. Szóval, hogy az arrogancia az így jön ide, hogy a Ferencváros elhitte, hogy ő már top szint. Tehát elhitte azzal kapcsolatosan... Európa Ligát rendet... akart nyerni. Igen, Bajnokok Ligájáról beszél a Csercseszóv, stb. Tehát elhitte magáról, hogy már szintet lépett a Ferencváros, miközben beütötte a fejét a plafonba. És ez, ahhoz, hogy egy plafont, ezt a plafont így át tudja törni a Ferencváros, ehhez egy kontextusváltásra van szükség. Na most ehhez pedig egy különleges személyiségre van szükség. Thomas Doll, amikor átvette a Ferencvárost, ő ezt jelentette, át tudta törni a plafont a Ferencváros, Magyarország meghatározó együttesévé tudott válni, és simán nyerte a bajnokságokat, egészen addig, amíg megint beleütötte a fejét a plafonba, és akkor kellett egy újabb kontextusváltás, és Serhii Rebrov egy tökéletes döntésnek bizonyult, aki már egy ilyen futballforradalmat hajtott végre, rövid időszakosat, azóta sem emlékeznek rá, azóta sem vettek belőle be semmit a repertoárba, se a magyar csapatok, se a Ferencváros, viszont egy olyan szintet tudott lépni akkor Rebrovba a Ferencváros, aminek a hatását a mai napig érezni tudjuk. Azóta viszont szinten tartás történt, jobb játékosokat igazolt a Ferencváros, de edzői szinten, kontextus szerint nem tudott. És ez azért probléma, mert aki, és még egyszer visszakanyarodva a kiinduló ponthoz magyarul, hogy a Ferencváros nem top szint, ez azt jelenti, hogy ide a játékosok nem úgy érkeznek, mint ahogy egy orosz válogatottba érkeznek, hogy Arshavin az Arzenából jön, vagy mit tudom én, Dzsuba a Zenit Szentpétervárból érkezik, ahol mit tudom én, milyen portugál edző van, vagy francia, ugye még Dinamo Moszkvából, vagy nem tudom milyen csapatokból érkeznek a játékosok, ahol Bajnokok Ligát játszanak minden évben, Európa Ligát játszanak minden évben, vagy külföldre kerülnek nagyon fiatalon is, és meghatározó játékosok lesznek, hanem olyan játékosok érkeznek a Ferencvároshoz, akiket fel kell készíteni arra, hogy egy olyan szintre elérjenek. Na most ehhez egy egészen másik karakter szükségeltetik. És az történt, hogy a Ferencváros játékosai fejlődtek, egyre jobbá váltak, mivel olyan játékosokat igazolt a klub, aki egyre jobb, egyre magasabb szinten tudott teljesíteni, viszont még nem állt készen arra a szintre, hogy mindenféle fejlesztés nélkül folyamatosan ezt a teljesítményt tudja lerakni az asztalra. Mondok egy példát. Golyák. Dinamo Zagreb nem véletlenül nem tudta megállni a helyét, vagy nem tudott olyan helyre igazolni korábban, amelyik nyugat-európai, spanyol, francia, olasz, mit tudom én milyen bajnokság. Ő neki a Ferencváros kellene ahhoz, vagy kellett volna ahhoz, hogy ő még egy szintet tudjon lépni. És ehhez még egyszer mondom, egy olyan karakterre van szükség, aki fejleszti a játékosokat együtt, ahogy a csapatot fejleszti. Kész emberekkel tud dolgozni? A Cserceszóv az egy olyan taktikát, egy olyan elképzelést, egy olyan mentalitást, egy olyan hozzáállást, egy olyan játék elképzelést vitt be a Ferencváros életébe, ami két futballistákhoz van hozzátéve, hogy helyeket hagyott ki. Ilyen lehet látni, konkrétan lehet látni a játékon, és hoztam egyébként elemzést is, konkrétan lehet látni, hogy olyan lyukak vannak az elképzelésben. Olyan vakfoltok vannak, amit egy profi játékos be tud tölteni. Gyakorlatilag úgy vezette a Ferencváros, mint egy válogatott csapatot. És látható, hogy például Argentina ugye világbajnok lett, olyan játékosaik vannak, most nem is csak Messiről beszélek, de mit tudom én McAllisterről, aki be tudja tölteni ezeket a vakfoltokat azáltal, hogy olyan csapatokban edz hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, mint a Brighton például, most már ugye Liverpool, de mint a Brighton, amelyik olyan taktikai repertoárral rendelkezik, meg olyan szaktekinté vezeti, amelyik erre a szintre, erre a vakfoltnak a betöltésére fel tudja készíteni. Na most ez a Ferencvárosnál hiányzott. De hogy konkrét példát is mondjak, és hogy Cserceszóvot egy kicsit helyre rakjuk. Két jelenetet hoztam, vagy két kérdéskört hoztam. Az egyik az az, hogy Cserceszóvnak a csapata semmit nem fejlődött. Egy bizonyos aspektusban semmiképpen sem. Ez pedig a kontrapresszing.
Az első képen az látható, ez egy Újpest elleni találkozó, nem is olyan régről, de nem is olyan távolról egyébként. Amikor egy baloldali, csak baloldali akciókat vettem ki, egy beadás érkezik a Ferencváros baloldalán, az Újpest 16-oson belülre, ahova nagyszámba érkeznek a ferencvárosi játékosok, de hát, és ez rendben van, nagyszerű támadás, de nem elég támadni, de mi van akkor, ha a labda nem úgy pattant? Márpedig nem úgy pattant, és lehet látni, hogy a vonal mögött, a fehér vonal mögött nincsen ferencvárosi játékos, aki az ellenfél kontratámadását megállítsa. Magyarul nem úgy osztották el a területeket, akik felkészülnek a kontratámadásra. Következő jelenet, nem úgy pattant a labda, kései és rendezetlen a kontrapresszing, az újpestiek mehetnek a kontrára. Következő ját, ugyanerről a találkozóról, csak amíg az első fél időből, elveszti a labdát Ferencváros, ez egy, az a labda elvesztése utáni pár másodperc, megint csak a bal oldalon, számbeli hátrány, de dinamikus előny, azt értem dinamikus előny alatt, hogy az újpestiek épp most szerezték meg a labdát, ezért még védekezői fázisban voltak, még nem tudtak felállni pozíciós játékra, ezért könnyen visszaszerezniük a labdát a ferencvárosiaknak, hogyha megfelelően tudnak reagálni az elvesztett labdára. Következő jelenetben látszik, hogy nem tudtak megfelelően reagálni, hiába vannak most már meg számban is, Besics és Essity, ezt annól egyébként kielemeztem ebben a műsorban, Besics és Essity későn reagál, Besics nem előre védekezik, M.I. Csivics és Traoré nem tud visszatámadni, és az újpestiek elindítják a kontratámadást. Jöhet a következő jelenet, ami a Feröer-szigetek elleni, vagy Feröer-szigetek bajnok elleni, a ki elleni találkozóra jön. Baloldali támadás, eszetlen struktúra támadásban. Na most itt hozzátenném, hogy a játék folyamához azért egy komment beillik, hogy itt már azért 2-0-ás hátrányban volt a Ferencváros, ezért eszetlenséggel meg lehet érteni kicsit, de ezért is mondtam azt, hogy elfogadhatatlan Csercseszoftó, hogy nem tudta megfogni a grabancát a mérkőzésnek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab játékos is, ferencvárosi játékos is az ellenfél 16-osán belülre akar érkezni, úgyhogy még nincs is beadó pozícióban Csivics. A vonalak jelzik, hogy mennyire elfoglalatlanok a területek, hogyha esetleg rosszul pattan a labda. Hát mondani se kell, rosszul pattant a labda. A játékosok két csoportban támadnak vissza, ezáltal lehetetlen a visszatámadás, elindul a kontra, és a kontra végén ebből lett az a Dibusz hát potya gól, ami végül is a Ferencvárosnak a 3-0-ás szünetbeli még nem vereségét, de hátrányát jelentette. Ez az egyik. A másik jelenet pedig a ferencvárosi második bekapott gól, amit a Rudi is referált, hogy Traoré eladta a labdát. Na most ez viszont konkrétan az edzői siváságra utal. Unalmas Csercseszov, innováció nélküli Csercseszov, és a csapata alulképzett. És még egyszer, én nem merem kimondani, vagy kimerem mondani ezt. Engem nem érdekel, hogy én nem vagyok Európa Liga tavaszi edző, engem nem érdekel, hogy én nem vagyok orosz válogatott szövetségkapitány. Ez egész egyszerűen egy alulképzett csapatnak a képét mutatja. Nem tudok mit csinálni vele. Elnézést kérek, hogyha ez nagyképűnek hangzik. Én nekem az a feladatom, hogy kielemezzem a találkozót, és ez alulképzettség. Igenis alulképzettség. Egy berobás után a Ferencváros megszerzi a labdát, és teszem fel a kérdést a képen, mit tesznek ebben a momentumban a modern elképzeléssel játszó csapatok? Mivel most szereztük meg a labdát, ha nincsen esélyünk a kontrára, akkor fel kell venni a pozíciókat, hogy egy pozíciós játékból induló pozíciós támadást, positional attack, ez a Wisecouton a kategória, positional attack indulhasson el a labdával. Mit csinál a Ferencváros? Passzolnak egyet, majd egyből támadni akarnak, rövid passzok a területek racionális elfoglalása érdekében kérdőjel, abszolút nem létezik, és miért nem? Azért, mert alulképzett a csapat. Miről lenne szó? 2-3 passzt tegyünk meg, hogy utána a játékosok normális pozícióban legyenek, ezáltal kisebb esélye legyen, hogy eladjuk a labdát, és tudjunk normális ütemben egyik zónából a másikba és a harmadikba érni. De mit csinál a Ferencváros? Egyből oldalt vált, oda passzolja Traorénak, mindenki izomból elkezd, ez már a következő kép, mindenki izomból elkezd előre sprintelni, nincsen támogatójáték, a területek nincsenek racionálisan elfoglalva, Traoré döntése pedig érthetetlen. Azonnal jön a kontra, 2-0 a Feröer-szigeteki bánavadászok ellen, és hát nem lehet mit mondani erre azt lehet csak mondani, hogy ez egy elfogadhatatlan vereség, és pontosan azért, mert egy unalmas, innováció nélküli, alulképzett csapatot vezet Csercseszov, és ez csak is az ő felelőssége.
Rudi, neked volt ilyen egysíkú edződ? Hogy tudsz egy ilyen egysíkú edző után menni? Hogy tudod őt követni? Hogy tudod fenntartani, hogy ettől függetlenül a te motivációd megmaradjon? Hogy tudod azt elérni, hogy neked, akinek szintén mondjuk vegyük a Ferencváros sokat jelent, mégis úgy fuss ki a pályára hétről hétre, függetlenül attól, amit Iván elmondott, ha ez igaz, hogy ennyire innováció, meg input nélküli, ötlet nélküli a történet, hogy mégiscsak ne szégyenítsd meg magad, mert hogy itt most az is történt, hogy a játékosok megszégyenítették magukat, függetlenül attól, hogy most ráhúzzuk a vizes lepedőt Csercseszovra. Én nem hinném, hogy különben csak ráhúztuk volna ezt a vizes lepedőt, hanem pusztán csak annyit. Ő vitt el a balhét egyelőre. Ő vitt el a balhét, és annyit emeltünk ki, és próbáltunk érveket sorakoztatni mögé, hogy valószínűleg a szezon végén célszerűbb lett volna ez a váltás nyugodt körülmények között. Viszont ha a játékosok oldaláról nézzük, azért annyi felelősség nyilván ott is megvan, hogy egyrészt egy hatalmas keretről beszélünk. Eleve egy hatalmas feladat pedagógiailag mindenhogyan fenntartani mindenkiben azt a tüzet, hogy amikor érkezik egy akármilyen minőségű csapat, hogy te kimenjél, és a tudásod legjavát nyújtsad. A játékosoknak ettől függetlenül látom ott a felelősségét, hogy teljesen mindegy, hogy kiül a kispadon, és lehet olyan edződ, akinek nem feltétlen értesz egyet az elképzeléseivel, vagy esetleg még a képességeit is, a gondolatait is megkérdőjelezed, de akkor is a játékosok azért már 20 éve futballoznak minimum alsó hangon az összes fiatalember. Ők már tudnak annyit, hogy edzői utasítások nélkül is ne kövessenek el hatalmas hibákat. Azért Traoré az, hogy belefordul így egy védőbe, az nyilván annak semmi köze Csercseszovhoz. Azért tisztázzuk. Nem értek egyet. De ebben nem értek egyet. Az egy dolog, de én ezzel azt akarom csak mondani, hogy a játékosok is, még ha nem is értenek egyet, egymás között is tudnak annyit beszélni, akkor, hogy figyelj, hát szerintem ezt lehet, hogy nem jó mondta, és a mérkőzésen figyeljünk oda, és ez a mi bőrünkre is megy, és akkor hajrá, hurrá. De nem lehet mindent így egyértelműen csak egy embernek a vállára rakni, úgy, hogy hozzáteszem, hogy azért a stábjában is dolgoznak az emeleten is szakemberek, etc. Ez jóval, most már sokkal inkább azért kinyílik ez az olló, mint hogy egy ember döntésén múljon az egész. Majd elmondod, hogy miért nem értettél teljesen egyet a Traoré-s története, bár már egyébként utaltál rá korábban, de azért most már sokaknál felvetődik Hajnal Tamás felelőssége is, és ugye egy ilyen globális képet szeretnénk nyilván ma ebben a kis műsorban mi is adni. Ugye azt rólják fel neki, hogy nem igazán sülnek el jól az utóbbi időben az igazolások, és hát ezért nem tudta őket Csercseszov beépíteni. Ezeket a kérdésköröket hogy látod, a sportigazgató szerepét, a scouting szerepét? Ha én kezdem, akkor mondok gyorsan egy mondatot, mert látom, hogy Iván is szólásra nyitotta a száját, hogy számomra tényleg csak egyetlen egy kérdés van, hogy nem 100%-osan tiszta a kommunikáció, és ezért sok lehetőséget adnak a fantáziának, hogy az ember egy kicsit sok színű dolgot képzeljen a koncepció mögé. Szóval, hogyha az pontosan meg lenne fogalmazva, hogy miért van szükség 10-12 igazolásra évente, ha megnéznénk pontosan, hogy miért került ide 60 játékos, hogy ez milyen elmélet mentén és mellett, akkor valószínűleg az emberek ezt picit jobban el tudnák fogadni. Ilyen mennyiségű játékosok mellett, és akkor most fel is mentem egy picit erről az oldalról, szóval azért nagyon nehéz folyamatosan minden évben egy vadonatúj csapatot felépíteni. Nagyon nehéz minden évben ennyi játékost beépíteni, pláne egy olyan edzőnek, ahogy Iván is említette, aki sokkal inkább ahhoz van szokva, hogy a biztonsághoz, azokhoz a játékosokhoz, akik régóta a keze alatt vannak, akikben megbízik, akik olyan karakterek, akiket ő válogatott ki, és ő képzelt el az adott posztra. És így ezeknek a játékosoknak a hatalmas nagy többsége, ugye nagyon kevés játékpercet játszik, pláne akkor, hogyha nemzetközileg nincs annyi mérkőzés, és ahhoz mérten amennyiért idejöttek és amennyit keresnek, ugye keveset játszanak és elértéktelennek. Szóval szerintem ez is egy picit probléma, hogy sokan nem látják a mögöttes dolgokat, nem tudják, hogy miért van szükség ennyi játékosra. A Hajnal Tamás, te nagyon dicsérted a műsorokban, tehát igazából azért is vagyok kíváncsi, hogy őt hogy látod
ebben az visszakérdezek, Rudira reagálják először, vagy Hajnal Tamásra beszélek először? Melyik? Amelyikre csak szeretnél, úgyis fogsz mondani. Igen. Úgy sem állod meg. Jó. Jó. De akkor emlékeztessetek, hogy Hajnal Tamásra is beszélek, mert van egy jó gondolatom róla. Vagy hát van egy gondolatom róla, aztán majd ti eldöntitek, hogy jó vagy nem. Van egy nagyon jó művészfilm, az a cím, hogy Tár, és hát nyilván, mivel az én vezeték nem a militár, muszáj megnézni, hát ha rólam szól, de hát nem rólam szólt. És ez a Tár, ez egy híres... Akkor ez nem lehet egy nagy tár. Ez egy híres zeneszerzőről és konduktorról szól. Hogy mondják a konduktort magyarul? Aki dirigálja a zenekart. Karmester. És egy híres karmesterről, női karmesterről szól. Politikai vonulata is van, vagy ilyen közéleti vonulata is van, de a lényeg, hogy ott is megpróbálják, és ez a tím engem nagyon érdekel edzőként, szerintem ebben a műsorban már beszéltem róla, ott azt próbálják feszegetni, még egyszer mondom, ez egy művészfilm, tehát egy lassabb folyamat, egy-egy részeiben a filmnek, hogy a karmesternek milyen szerepe van a zene, magához a zenéhez képest. Mert ugye ő nem játszik hangszeren, maga se a zeneszerző, se a karmester. És ugye ez a karmester, ez a Lydia Tár, ez egyébként zeneszerző is, és karmester is, ami ebből a szempontból egy lépéssel már jobb, mert legalább a zenét is ő szerzi, de vannak olyan karmesterek, akik a zenét se szerzik, hanem csak a karmesterséget viszik bele, és hogy milyen szerepük van. És volt egy nagyon híres ausztriai... Nem lesz jó hasonlatot, csak előre szólok. Na, volt egy olyan a 20. század második felében az egyik leghíresebb karmester, osztrák karmester, azt hiszem úgy, hogy Herbert von Karajan, azt hiszem ez a neve, és őről mondták. Nem akkor írják meg nekünk, hogy... Igen, fel. Szóval von Karajanról mondták azt, hogy már amikor belépett a terembe, szebben szólt a zene. Na most ez az edzői szerep a futballban. Tehát amikor azt mondja Rudi, hogy na már pedig Traoré-nak a belefordulása az nem köthető össze Chelsea szóval, igenis összeköthető, mert hogyha elmondható az, hogy egy-egy karmester, amikor belép, már jobb a zene, akkor az is elmondható, hogy egy-egy edző, amikor belép az öltözőben, már rosszabb a futballistáknak a szituációja. És én ezt érzem, hogy van egy Traoré, aki amikor ide került, még az edzői hatás alacsony volt, mert most került ide, és amint egyre többet volt a Chelsea-val, és ezzel a irány nélküliséggel, amit én látok, ezzel a randomsággal, hogy saját magamtól idézzek, mert ugye erről már beszéltünk, hogy ezt jó sokszor elmondtam, hogy random a Ferencváros játéka. Minél többet ilyen random káoszban van Traoré, annál gyengébb futballista, mert ő nem Lionel Messi, aki be tudja tölteni ezeket a vakfoltokat. Ez az egyik. A másik pedig Hajnal Tamás. Meg a nihil lassan egyébként, ha már ennyi költői. Igen, hogyha megengeded a Traorénak, hogy ilyen random módon futballozon, akkor ilyen Traorét kapsz vissza. Ha viszont egy Seri Rebrov edzi a Traorét, vagy a Harakint, vagy a Zubkovot, Zubkovval is egyébként nagyon érdekes pont ez történt meg, hogy a Zubkov érdekes, hogy a Shakhtarba gólt lő a Real Madridnak, gólt fej a Real Madridnak, a Fradiban meg nem elég jó, a Csercseszovnak, nagyon érdekes, na mindegy, hagyjuk is, de hogy Hajnal Tamásra is szót ejtsek. Ebben a büntető.com-on megjelenített cikkben adtam a fejezetnek címet, az volt, hogy forradalmi elmélet nélkül nincs forradalmi mozgalom sem, ez ugye nem mástól van, mint Vladimir Ilyich Lenintől, és ide is illik Hajnal Tamás esetében. Ha tanácsot tudnék adni, hogy hogyan kellene ezt a plafont, amiről az előbb beszéltem, áttörni, és egy olyan innovációval járó változást behozni a Ferencváros életébe, amivel aztán át lehet lépni a saját árnyékukat, akkor már pedig egy forradalmi elmélet kell, már pedig innováció kell, már pedig egy olyan edző kell, aki nem hozza ugyanazt az álmos, unalmas semmit, ami a védekezésből mutatott kontrajátékot tudja játszani, hanem esetleg a labdával is tudna olyan előremutató futballt csinálni a Ferencváros, ami a szintlépést is magával hozná. Tehát én nekem ez a véleményem. Nem egy olyan edző, mert ugye azt is láthatjuk, hogy Hajnal Tamás azért egy kényelmes döntést hozott Csercseszóval kapcsolatosan, mert Csercseszó nem volt olyan, mint Rebrov. Ne felejtsük el, hogy azért van egy olyan háttere ennek a Rebrovi távozásnak, amiről keveset beszélünk, de ugye nyílt titok, hogy a Hajnal Tamással való összeférhetetlenség miatt távozott Serhii Rebrov. És én most itt nem Hajnal Tamást próbálom kritizálni, hanem csak azt próbálom mondani, hogy Csercseszov nem egy olyan edző volt, aki játékosokkal, az irányjal, az átigazolási politikával szembe ment volna.
valószínű pontosan ezért hozták ide Csercseszobot, mert ő azt mondta, hogy engem nem érdekel, hozzál ide játékosokat, majd én adok hozzá tanácsot, de igazából nem fogok beleszólni a játékos kiválasztásba. Márpedig jelen pillanatban Hajnal Tamásnak lehet, hogy szüksége lenne egy olyan edzőre, aki ő felé, visszafelé is egy ilyen kihívást tudna intézni, hogy olyan játékosokat hozzon Hajnal Tamás, aki ezt a szintlépést előre mozdítja, és ez már nem lesz olyan kényelmes, mint amilyen Csercseszóval való munka volt. Erről különben nagyon sokat beszéltünk a korábban, hogy ugye a Fradi eljutott arra a szintre már a tavalyi évben is, amikor előre látható volt, hogy olyan csapatok ellen fog játszani, ahol már kreatívnak kell lenni, ahol neki kell alakítani a játékot, mint a Ferrieriek ellen is. És hogyha nincs egy ilyen progresszív edződ, aki ezt a féle elképzelést meg tudja valósítani a pályán, új dolgokat tud tanítani, tud olyan dolgokat csinálni, ami korábban nyilván nagyobb csapatok, egy Leverkusen, egy Monaco ellen nem működik, mert nincs rá szükség, mert teljesen más kell játszani. Ha nincs meg ez a váltás, akkor nem fogsz tudni eredményt elérni. És ezt éreztük szerintem mindannyian már a kinti mérkőzésen is, hogy erről rengeteget beszéltünk, hogy lehetett volna kisebb pályán gyakorolni, lehetett volna műfőn edzeni, be lehetett volna gyakorolni, hogy lehet azt a védelmet megbontani egy ilyen környezetben. De nem ez történt, hanem a biztonságos, megszokott játékot láthattuk újra, és ezúttal ez fordítva sült el. Ott tartunk, hogy sorsoltak a konferencia ligában, írja a Ferencvárosi Tornaklub Facebook oldala, de most semmi nem számít még, csak az előttünk álló párharc az írek ellen. Ez már egy picit óvatosabb kommunikáció. Átestek a ló egyik oldaláról a szerencsétlen másik. Admin. Mondani, nem? Szerencsétlen admin. Na mindegy, szóval, hogy tényleg az agresszív kommunikációból egy ilyen nagyon, nagyon finom megoldás, viszont beszéltetek arról, hogy milyen edző kellene, hogy mennyire el kellene ugye Hajnal Tamásnak egy segítő, hogy milyen irányból érkezzenek játékosok, és nyilvánvalóan amiről érdemes még talán beszélni, hogy milyen hatása lesz az idényre ennek az egész történésnek, ami gyakorlatilag determinálja az egész évet. Ugye nem csak pénzügyileg, hozzáteszem, hogy nagyon nehéz évben vagyunk. Tehát szerintem ezek a milliárdok hiányozni fognak a költségvetésből, ezzel nem mondunk, hogy ott, de nem csak pénzügyi részről, hanem egyáltalán a játékosok, akik nem ezért jöttek, BL célokért jöttek, a szurkolók, akik nem ezt akarták nézni. Nyilván egyébként lehet, hogy az elnök úr majd ki fog írni, hogy akkor meg kell nyerni a konferencialigát, mert nyilván kell egy jövőbeni terv. Nem tudom, ez mennyire elégítené ki egyébként a szurkolókat, szerintem nagy dolog lenne. Hát várjunk már egy pillanatot, azért valamit egy nagyon komolyan azért tisztáznunk kellene. Kezdjük ott, hogy itt nincs mentség arra, hogy egy Ferrel-szigeteki csapat ellen kiesett a Ferencváros. Tehát ez olyan, tehát az Iváncs elleni meccs egy meccs volt, itt két meccsen nem tudtak nyerni, gólt se rúgtak a Ferrel-szigeteki bajnoknak. Ne hülyéskedjünk már, néztem a konferenciát, és lehet akkor mondani, hogy én most megint öntelt vagyok meg, hogy a Ferencváros így meg úgy. Néztem a konferencia liga selejtezőinek a csapatait, hogy kivel került össze a Ferencváros. A Ferencváros az bárkivel. Be kellene jutni a konferencia liga csoportkörébe. És ott olyan együttesek ellen fog játszani, akik legalább a négy csapatból, amelyik a négy csapat a csoportkörébe lesz, vagy a csoportjába lesz, remélhetőleg, abból három minimum ugyanolyan szinten van, mint ő. Tehát itt ne hülyeskedjünk már, a Ferencváros az egy nagyon komoly változáson ment át, a reputációja meg a valódi ténybeli erőssége. Hát ne hülyeskedjünk már, szóval ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy ki lesz a Ferencvárosnak az edzője, a bajnoki cím elvárható, illetve a konferencia ligába a csoportkörbe jutás elvárható. És innentől kezdve nincs miről beszélni, ez egészen egyszerűen elvárható. Egyetértek, ezzel a kerettel nyilvánvalóan nem is lehet más cél. A Shamrock Raversnek ismerjük az erejét, találkozott vele a Fradi, nincs olyan aspektus megint. És azt mondtátok, hogy nem merem elmondani, de hogy nem elmerem, itt is simán 5-0 kellene lenni. Igen, a mérkőzésnek, mert hogy ez a realitás, hogyha megnézed mérkőzés elején, előtt a két csapatot összehasonlítod, akkor ennyi a különbség. És a másik oldalon ugye van a másik, ugye a Hamrug Spartan, különben érdekes, hogy minden csapat ugye a BL selejtezőből esett ki, és a Dinamo Tbilisi együttese, ugye a grúzok. Őt hát, félek egyedül. Nyilvánvalóan mondjuk ők azok, akik akár keretösszeg, akár játékosok kapcsán, akár a légiósok kapcsán is, mondjuk egy magyar
Nem, még nem akarok nem szólni, mert a magyar középcsapat igen, hogy szintjét megütik, de ez nem azt jelenti, hogy a Ferencváros meg fogja nyerni ezeket a mérkőzéseket. Viszont jelen pillanatban játékos kerete minden alapján ezek kötelező győzelemnek számítanak, kötelező párharcoknak. A bajnokságról ne is beszéljünk, mert tényleg ilyen költekezés mellett, amit a Fradi csinált, ilyen keret mellett, ott ellenfél nem lesz, és nem lehet, aki megnézik. A nemzeti sport, amit föltett, vajon a bajnokságban is meglephetik a Ferencváros? Nem, egyáltalán. De egy kis bombon ide, azért Pintér Attila azért már megmondta előre, nem, hogy ez lesz. Nemzeti sporton azért gyorsan megjelentették, hogy a Pintér Attila... megmondták. Hát de munka nélkül van a Pintér Attila, ja. De miért hát a László Csabának is mondták a szurkolók által, látom, ezt Újvári Máté mondta be a közvetítésbe, hogy hát te megoldottad volna. Szóval imádom ezt, nem? Tehát aki épp nem dolgozik, az vagy dobbizik azért, hogy oda kerüljön. Egyébként a Lipcsei Peti neve is fölmerült, ha már itt tartunk. Neki meg nagyon jól esett, hogy a szurkolók a nevét skandálták. Igen, de ez is annyira tipikus, nem, hogy ha ne adj Isten, most a Fradi megnyeri 1-0-ra ezt a mérkőzést továbbjut, akkor mindenki hozsannázik, és Csercseszova a legjobb edző. És senki nem mondott volna semmi ilyet, nem lennének negatív hangok, mindenki cipelné tovább a vállán a csapatot, és valóban találkoznánk a svédekkel. De így, hogy van egy sikertelen történet, hogy mennyit tud fordulni, és egyből mindenki fejeket követel, és átesik a másik oldalra. Szóval ezt valami... amit mondtál, akkor lehet, hogy ennek lesz egy jó oldala is? Tehát úgy is továbbihetjük, hogy ezt a mai adást. Hogy lehet, hogy most ez a pofon nagyon fájt, de jókor jött? Hát te mondtad, hogy lehet ezt az egészet átkonvertálni pozitívba. Tehát egy pozitívan gondolkozó klub, most ezt egy lehetőségként tekinti, hogy teljesen újraértékelheti bizonyos játékosokat, bizonyos döntéseket, és még egyszer mondom, itt a lehetőség. Most ebben az évben mit lehet még elveszíteni? Őszintén. Itt a lehetőség, hogy egy olyan spanyol edzőt hozzanak ide. Miért nem lehetünk mi az a csapat, a Ferencváros szemszögéből nézve, amelyik a következő Roberto De Zerbit választja ki, és adja meg az első platformot, ahogy például a Shakhtar Donetsk képes volt ilyen edzőket magához hívni. Hogyan? És a Shakhtar Donetsk már nem először tette meg. Mint ahogy mi a Serhii Rebrovot megtettük Magyarországról. Miért nem lehet, ugyanezt egyébként elmondhatnám a Videótonnal kapcsolatban, és hogy miért nem lehetünk mi azok, akik az ilyen edzőknek, feltörekvő, innovatív edzőknek megadjuk az első platformot. Itt a lehetőség a Ferencváros előtt, hogy ezt megtegye. Igen, én különben egyet tudok érteni, ezzel rengeteget beszéltünk már azzal a szemlélettel, mindig el is mondom, hogy célozd a holdalt és legfeljebb a csillagok között ébresz, de valószínűleg ez kommunikációleg is egy picit átértékelteti a helyzetet, hiszen nem tudod folyamatosan azt mondani, hogy ezt kell megnyerned, azt kell megnyerned, és biztos, hogy Európa Liga, Bajnokok Ligája és olyan magasságokban jutsz, ahol abszolút nincsen még a Fradi, hanem lehet, hogy ezt a kommunikációt is átgondolva nem kell elringatni a szurkolókat és elvinni egy olyan irányba a gondolkodásukat, ahol valóban elszik, hogy már minden a Fradié, mert annak pontosan ez a vége, hogy utána jön egy pofon és hatalmasat lehet zuhanni. Hát kíváncsian várjuk majd ezt a folyamatot, és természetesen itt a piros-fehér-zöldben reagálunk is a különböző történésekre, mint ahogy reagálni fogunk arra is, hogy mi történt az NBA egy első fordulójában, mert hogy gyerekek, pénteken elstartol az OTP-ha. 12 csapatos mezőnyéből vajon majd kik harcolnak a dobogóért, és kik a kiesésért, ismét beszélhetünk erről, a koncepciókról. Tippelgessük majd meg, hogy tudjanak minket szapulni. Igen. Kit küldenek el először, vajon már nyáron is küldenek el edzőt? Annyi kérdés van a fejünkben majd ezekről természetesen. Hát már küldtek. Igen, egyébként egy már megvolt, úgyhogy várjuk a következőt, és várjuk a következő műsort is, illetve titeket is, iratkozzatok fel csatornánkra, és hát válaszoljatok a nap kérdésére, mert ez elhangzott a műsorban, úgyhogy mindenképpen a Facebook oldalunkat is érdemes követni. Iván, alakulnak a rajongók? Egyre többen vannak? Igen, már 100-on fölül vagyunk, igen. Várom már a következő feljelentést, hogy hogyan kerülök ki a Facebook bűvköréből. Figyelj, fogd fel pozitívan, lehet, hogy ez azért történt, hogy most egy új közösséget építs, na sziasztok!